Jó estét, sziasztok! Ez az Én vagyok, te az M2 Petőfi TV zenés showja, innen az A38 hajóról. Tudjátok, a műsor, amelyben népszerű előadók slágerei alakulnak át hétről hétre a színpadon. Köszöntök én is mindenkit! A mai este során velünk lesz majd a The Palace, a Koala Bell zenekar, valamint Hegedűs Bori és Templi Erik dúója. Dóri, húz is egy szetit és adjunk nekik feladatot. Nézzük az elsőt. The Palace Oxygen. Ez menjen a Koala Bellnek. Egy fiúbanda dolgozza fel egy másik fiúbanda dalát. Remek ötlet. Nézzük, mi legyen a következő. Lássuk. Koala Bell, Stalker, hogy jól jöjjön ki a móka, ez menjen Borinak és Eriknek. Nálam akkor Hegedűs Bori és Templi Erik altató című szerzeménye maradt, ami így a The Palace-nál landol. Most pedig nézzük meg, hogy ki mennyire örül ennek. Koala Bell, Stalker. Hogy ez egy magyar dal, azt majd eldől. Azt tudom, hogy a Bori nagyon szeret magyarul énekelni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi a szöveg. A Stalker című száma a régi basszusgitárosunknak egyik kalandját dolgozza föl. Amikor ő Hollandiában dolgozott, akkor meglátott egy gyönyörű hölgyet az utcán, akit muszáj volt leszólítania, viszont a hölgy elektromos biciklivel volt, ő ezt nem tudta, és a úgynevezett üldözéséről szól ez a történet. Most elmondom Borinak, hogy mi a dal, mit húztunk. Nem tudom, hogy te mennyire fogod ismerni, én nem ismertem. Koala Bell, Stalker. A Koala Bellt onnan tudom, hogy Kőbányán tanít engem az egyik tagja a zenekarnak, de csak onnan ismerem a zenekart magát, a dalt nem ismerem még. Én bízom benne, hogy egy nagyon jó verziót fogunk hallani, amit lehet, hogy aztán még mi is átveszünk a koncertekre, akár. Hegedűs Bori és Templi Erik. Altató lesz a mi dalunk. Ez ilyen énekes dalszerzős projektnek. Nekünk ez egészen biztosan nagy kihívás lesz, viszont annál inkább a szívünk az álló dolgok ezek. Csak jelz nekem újra a dalt, és emlékezz majd én rám. Amikor nem leszek itt neked, hogy elmondhasd, ha valami fáj. A kapcsolatunk legelején kitört a pandémia, és Bori most a Magyaróváron élt akkor, én meg Budapesten, és teljesen el lettünk választva egymástól, ez körülbelül 2 hónap volt. És az egy kapcsolat elején azért ez nem annyira jó dolog, és én meg elkezdtem zenéket írni. Küldözgettem Borinak a szebb dalokat, ha mondhatok ilyen. És ez volt az első. Ja, Bori azért tud énekelni, nem mondom. Igen. Hát hangszeres tudás éneklés tekintetében fel van rakva rendesen a léc. Igazából nem irigylem a csapatot, aki kapta ezt a dalt. The Palace Oxygen. Egyszer hallottam egy rádióinterjút tőlük, amikor egy könyvvel együtt hoztak ki egy albumot, és tök jó gondolataik vannak. Ezt a számot én személyesen nem ismerem, de nagyon kíváncsi vagyok. Az Oxygen című számunk igazából a szabadságról, a lázadásról, a fiatalságról szól, és arról, hogy az ember mind megy keresztül, mikor próbál ezekkel megküzdeni. Én még egy első gondolatra még a latin bossa nova is az eszembe jutott, és nem mondom, hogy így fogjuk megcsinálni, csak nem vagyok benne biztos, hogy mi az este saját stílusunkra fogjuk faragni ezt a dalt. Ez egy akusztikus, kicsit visszavett hangulatú dalnak indult. Talán érdekes is lenne, hogyha majd aki ezt megkapja, ezt a dalt is feldolgozza, visszavinni a gyökerekhez, az akusztikus gyökereihez ezt a dalt. A nézők elfoglalták a helyüket, itt az idő, hogy köszöntsük a zenészeket is a stúdióban. Hamarosan kiderül, hogy milyen meglepetés csempészett a feldolgozásba Hegedűs Bori és Templi Erik.
boldogult egy hasonló fiú banda dalával a Koala Bell? Elárulják mindjárt. És plusz zenészekkel kiegészülve érkezik a The Palace is. Sziasztok! Egyébként a The Palace mellett még Bori és Erik is hozott kísérőt, hamarosan őket is majd erről fogjuk kérdezni, de mindezek előtt Matyi. Amikor elkezdhetek a dallal dolgozni, akkor könnyűnek tűnt, viszont utána egy picit megtorpantatok. Azt tudtuk, hogy kihívás lesz egyébként, de azt nem, hogy mennyire. Alapvetően ugye a dal egy zongora és egy ének, és a legjobb dalok általában egy szál gitárral, egy szál zongorával is nagyon jó dalok, és ebben az esetben is így volt. Ennek ellenére mi mindent is köré raktunk, úgyhogy meglátjuk, milyen lett. Borin, neked van némi kötődésed a Koala Bell-es Tomihoz, és hát ha minden igaz, nemrég még rá is kiabáltál valahol, mesél csak el nekünk is ezt a sztorit. Én nem akartam kiabálni, csak annyi volt a sztori, hogy éppen basszusgitár órára jöttem ki a Kőbányai Zenei Stúdióból, amit a Tomi tartott nekem, és akkor jöttem ki, kaptam a telefont, hogy a Koala Bell nevű zenekar dalát kell átdolgoznunk. Koala Bell, Koala Bell. Bence, te ismered a Koala Bell? Igen, ott basszus gitározik a Tomi. Tényleg, Tomi, visszamentem. Tomi, együtt leszünk adásba. Ennyi volt az egész a kötődés Tomival. Erik, ne értsd félre. Mindig órák után szoktam egy kicsit gyakorolgatni, kis technikai gyakorlatokat, és így nagyban belemerültem, és egyszer csak így betörik az ajtót, így, te a Koala Bellben játszol? Mondom, igen, abban játszok. Így, akkor együtt leszünk adásban. Én még akkor pontosan nem is tudtam, hogy most milyen adás, mert mondom, jó, rendben, szuper, jól hangzik. Barnabás, a próbán történt egy kisebb baleset egy bizonyos próbababával. Mi is történt ott? És remélem, azóta már összeraktátok? Nem. Igazából ő a zenekritikusunk, csak nem voltunk egy véleményen, ezért le kellett építenünk ezt a kapcsolatot, és ez a próbán sikerült a zenénkkel. Aztán azóta nem szereltük össze. Basszusszomjas egy zenekar. Matyi, veletek indul a mai show, irány a színpad! És amíg a Palace elfoglalja odafent a helyét, addig Dórival megnézzük, hogy miként készült el a srácok feldolgozása. Én elrepültem hozzád, sok ezer csillag és hold között száguldoztam. Fiúk, jól érzem, hogy az átdolgozás 80-90%-ában kész van. Igen, ez így igaz. Megvan már a verze, meg a refrén, jól kitaláltuk a struktúrát. Tulajdonképpen már csak a kiállás és a vége az, amit meg kell fejtenünk, illetve hogy a kis plusz elemeket hogy rakjuk bele a dalba. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz újat gurítani a szerelmes dalok tekintetében, de viszont ennél a dalnál tényleg az egy érdekes tényező, hogy a zenekar két tagja egymásnak énekez. Úgyhogy én figyelni fogok, hogy amikor ezt eladjuk, én ezt a dalt a srácoknak énekeljem maximálisan. Ilyen 80%-osan van a dal, a megírása, ezzel szemben a begyakorlása még nagyon-nagyon sok munkát igényel. Úgyhogy most jelenleg ebben a stádiumban vagyunk, hogy megpróbáljuk szépen begyakorolni, és hogy el is tudjuk úgy játszani, hogy ezt mi elterveszük, hogy ezt megírtuk. A színpadon elsőként a The Palace, amely Hegedűs Bori és Templi Erik Altató című dalát adja elő. Éjszaka legmélyebb álmomban én elrepültem hozzád, sok ezer csillag és hold között száguldoztam. Egy harmónián csak ugyan eljöttem, így vagyok. Széles a tárt ki az ablakon, berepülök és te ott vársz, hogy elzongorász. Nekem egy altató.
ragyogó reggelre ébredek fel, rádöbbenek, hogy te létezel. Nem csak egy álomkép voltál, hisz itt mellettem, te is ébredezel. Csak játsz nekem újra a dalt, és emlékezz majd. Bár csak tudnám, hogy gondolsz szerelem. Bár csak tudnám, hogy gondolsz szerelem. A produkcióban aztán tényleg volt minden. Bori, te milyennek érezted ezt a verziót? Nem tudom, nehéz megszólalni a kis álomszerű dalocskából, hogy ilyen erőszakos valami, ami egy másik értelmezés, és nagyon izgalmas. Eleve egy ajándékként fogom fel, hogy valaki játszik a kis gyerekünkkel, csak olyan, mintha eldobták volna, megrázták volna, és utána megrágták, és annyira izgalmas, hogy te ezt így fogtátok fel. Izgalmas értelmezés, de mint zenesz, én csak a szöveget írtam, és volt egy kép a fejemben, de mint zeneszerzőnek lehet izgalmasabb az Eriknek, és én kíváncsi vagyok, hogy te mit szólsz egyébként. Én az elején alig ismertem fel a dalt. Megértem. És a verze különösen tetszett, meg ez a groove, amit kitaláltatok hozzá. Egy teljesen más ruhát kapott, és ennek nyilván ez a lényege. Ez egy vad dal lett ebből a nagyon-nagyon szerény, szerelmes számból, és egyébként én nagyon örülök ennek. Külön köszönjük a szaxofont, mint jelképes hangszer, szóval én boldog vagyok. Úgy gondoltuk, hogy ha már kifordítjuk a dalt a négy sarkából, akkor az már legyen 100%-os, vagy legyen 1000%-os, és mindent beleadtunk, ami a fejünkbe volt. Direkt egy ilyen kreatív kihívásnak tekintettük ezt az egészet, és belepakoltunk mindent, ami a Palace-ban van. Például a gitárt. Megleptél egyébként, Matyi. Mondtátok a próbán, hogy még lesz ebben egy kis csavar, egy kis meglepetés. Hát a gitár lett. Én nem tudtam volna ilyen szépen elénekelni, meg ilyen szépen nem tudjuk előadni, mint amilyen eredetileg a dal. Úgyhogy úgy éreztük, hogy akkor vigyük el teljesen abba az irányba, ami mi vagyunk. És hogy elmondtuk, hogy elképesztő, tehát tényleg nagyon jó a szép dal, és az inkább nem akartuk
olyan irányba elrontani, hogy bénán eljátsszuk, hanem olyan irányba akartuk elrontani, hogy bénán eljátsszuk a saját stílusunkba. És ez történt. Bori, most rajtatok a sor, irány a színpad. Mi pedig Dórival belesünk az egyik próbára a produkció előtt. Az elején nagyon meglepődtem, mert egy olyan intróval kezdődik, egy ilyen jazz betéttel, azt hittem, hogy egy jazz koncerten vagyok. És a poékottal egyébként a mi próbánkon, ami duo próbánkon, hogy mondtam, hogy ez maradjon. Nagyon-nagyon lepődjenek meg, ez a cél kb, hogy nagyon-nagyon meglepődjenek ettől. Figyeljenek oda, ha? Na? Mi történt? Mi fog történni? Először is elkezdtünk azon gondolkozni, hogy ketten lépünk színpadra, vagy nagy zenekari felállás legyen, ahogy a dalba is volt. És ez még mindig folyamatban van, hogy ketten, vagy hárman, vagy esetleg négyen, vagy még ki csatlakozik hozzánk. Viszont lesz benne még egy csavar, ugye? Lesz egy meglepetés. Lesz. Lesz. Erik. Lesz. Legyen. Még Erik se tudja. Tényleg? Ja. Nem te fogod játszani. Angolul énekel ezúttal Hegedűs Bori, aki Templi Erikkel és Erdő Zoltánnal alakította át a Koala Bell Stalker című számát. Hallgassuk is meg! Chasing the girl who I wanna see, chasing for a long, long day.
Mit gondolsz, hogyan állt ez a szöveg és ez a dallam egy női énekhangnak? Hát először is vagy gratuláljak, fantasztikus hangod van, nagyon jól megcsináltátok. A magyar szöveg, hát ott szerintem minden egyenle sokkolottunk ezt, hogy nem is gondoltuk, vagy nem is gondoltam volna, hogy ezt így is lehet. Szóval gratulálunk, ez nagyon jó volt. Nekem nagyon tetszett a szaxofon benne, ez egy teljesen más világot adott hozzá, az egyébként is teljesen más világba vitt hangszereléshez. Illetve hát a plusz harmóniák is, meg a kiállások a refrén végén, ott ta. Nálatok is előkerült a szaxofon, kivel érkeztetek? Erdő Zoltán barátunk, hát én már hála Istennek kb. 5-6 éve muzsikálok Zolival. Mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk együtt, és nagyon szeretünk egymással dolgozni, ezért kértem meg őt az első dalunkra, az altatóra, hogy ő fújjon majd nagyon szépeket, és innen is az ötlet, hogy ha már ma feldolgozzák az altatót, akkor legyünk abban az a felállásban, amit mi is úgy játszottunk föl. Bori, hát belekerült akkor egy magyar rész is. Azért azt áruljuk el a fiúknak, hogy egyébként ti ezt megcsináltátok a teljes dalt magyarul, csak egy picit hagytatok benne. Miért döntöttél így, hogy akkor legyen benne egy magyar refrén? Az én számból szerintem hitelesebb, ha magyarul szólalnak meg a dalok. Egyrészt ezért jutott az ötlet eszembe. Másrészt meg izgalmas ötletnek találtam, hogyha már kezdem ezt is kapizsgálni, hogy hogyan kell szöveget írni, akkor kipróbáljam ezen a dalon is. Már csak a Koala Belt nem hallottuk, már srácok, irány a színpad. Mi pedig végre láthatjuk azt a bizonyos próbababát, vagy legalábbis néhány testrészét. Azt mondtátok, amikor bejöttem a próbaterembe, hogy hát most kezdtétek el? Igazából tegnap kezdtünk el megismerkedni a dallal, és most mi megleptetek minket, mert korábban jöttetek. Ilyen cselesek vagyunk mi. Direkt egy kicsit korábban szoktunk jönni, hogy zavarba hozzunk benneteket, mondjuk engem zavarba hoztatok egy kézzel. Remélem, hogy van ehhez egyébként még egy kéz és még két láb is. Van. Hogyne, de ezt neked direkt külön készítettük ki, hogy tudj mivel tapsolni. Az eredeti dalnak a stílusa egyébként szerintem nem áll hozzánk annyira távol, mintazonáltal, hogy ez is egy hát pop dalról van szó, és végülis mi is popzenét játszunk. Talán a fiúk egy kicsit több elektronikus elemeket használnak, mint mi. Barnabás, te azt mondtad még, amikor megkaptátok a dalt, hogy el tudnád képzelni ezt egy kicsit ilyen latinosabb hangzásvilágban. Majdnem egyébként hoztam a latin táncos cipőmet, de még jó, hogy nem hoztam. Azt megfúrtam azt az ötletet, azt én kukáztam ki, nekem nem tetszett annyira. Bosszanova volt az ötlet eredetileg, de az egy kicsit nekem ilyen egyáltalán nem lenne koalabál stílus, és egy kicsit olyan lehaknizósnak tűnne, és azért annál több energiát akartunk, meg egyedibbé akartuk varázsolni a hangszerelést a dalnak. Már nagyon várjuk, milyenné alakult át a Palasz dala. Halljuk az Oxigént ezúttal a Koala Belles fiúk előadásában. Mert jó volt veled kell.
úgyhogy te itt az ülve táncolók bajnokságát is megnyerted, de mégis mi a véleményed? Én azt mondtam a Bálinak, hogy figyelj, nem tudom, mi van, de borzasztóan izgulok, és nem tudom miért. És aztán mondták, hogy ők is, tehát nem tudjuk, hogy miért. Igazából lehet, hogy az volt a félelem, hogy jobban eljátsszák élőben, mint mi, de hála Istennek ez igaz. Úgyhogy nagyon-nagyon hihetetlen, hogy feldolgozták a dalt, és tényleg szavakhoz alig jutunk. Tibi, te eddig még nem jutottál szóhoz, úgyhogy hallasd kicsit te is a hangod. Magukorjuk. Neked most mi jár a fejedben? Az, hogy isteni volt, hogy kiszedtétek az zongorát, és gitárra áttett rakva, még egyszer külön gratulál a gitáros kollégám, isteni lett. Balázs, a dalszövegben volt egy rész, amit nagyon megszerettél. Melyik volt ez, és miért pont az? Hát csak így az elmúlt a pandémiára visszatekintve van egy olyan sor a szövegben, hogy a szobából a világot felégetni, ez pont egy olyan, amikor be voltunk zárva, és akkor valamit csinálni kell, és talán pont akkor jelent meg a dalotok 2020 körül, amikor csak volt egy ilyen érzés. Megelőtt, mi már tudtunk valamit tudtuk előtte. Köszönjük a Koala Bellnek a produkciót! A mai adás végéhez értünk. Velünk volt Hegedűs Bori és Templi Erik. A The Palace. Valamint a Koala Bell. Jövő héten is várunk benneteket három újabb dallal, de addig is keressetek minket a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon, ahol vissza lehet nézni a teljes adásokat, a YouTube Music applikációban pedig akár útközben is hallgathatjátok a számokat. Sziasztok! Sziasztok!